A Pannongazda Plusz vendége Lengyel Sándor, a Pioneer területi képviselője. Köszöntöm a stúdióban. Üdvözletem, üdvözlöm a nézőket. Ugyebár 20 éve van jelen a Pioneer Szerbiában, ugyebár ismerik a gazdák nagyon jól ezt a nevet, a Pioneer fajta, amit ugye úgy szoktak általában emlegetni, ön 12 éve van a cégnél. Milyen volt az elmúlt 12 év? Azt mondják, mindig a kezdet a legnehezebb. Valójában 20 éve jött be a Pioneer a piacra, a kezdeti fázisba, azóta már sok nagyot fejlődtünk, mondhatjuk azt, hogy a mageladárban most már a piacvezető Szerbiában, Tehát Pioneer. ezek szerint a kukorica betűm a kínálatban és eladásban a Pioneer vezeti a ranglistát Szerbiában? Igen, hivatalosan tavalyi évnek az adatjai szerint a Pioneer vezeti az eladás alapján a listát a kukorica mageladásnál. Ön szerint minek tudható ez be? Szerintem jó genetikának, a kollégák sok energiát, munkát fektettek be, hogy ismertessék a gazdákkal. Tehát nagyon fontos az, hogy a gazdát elméletbe és gyakorlatba is meggyőzzük a kukorica termés nagyságáról, és akkor aztán már sokkal könnyebb a munka, hogyha valójában a termelő is meggyőződik arról, hogy mivel áll szembe. Az elejében egy kicsikét problémás volt, abból kifolyólag, hogy Szerbiában még mondhattam volna azt, hogy a közép gazdák 80%-a góréra, kotárkára termelt, és viszont a Pioneer jobban világszínvonalban a morzsolásra van kigyártva genetikailag. Akkor meg kellett magyarázni a gazdáknak, hogy vannak a kisebb érésű hibridek, hogy 25%-os nedvességgel el kell indulni a betakarításnál, mert valójában mi történik a Pioneernál? 20%-os nedvességnél, szemnedvességnél már az 500-os érési csoportig a csutka beszárad, lehet már vele rostélyozni. Tehát a 6-700-as érési csoportú kukoricákat kell választani góréra, kotárkára, és ottan fontos azt tudni, hogy még kicsit vizesebb a csutka 25% nedvességnél, és elpattan a torzsája, mert hogyha megvárjuk a 20% nedvességet, vagy esetleg az alá megyünk, akkor egyszerűen a fosztó lehúzza a tokot a csőrű, de nem bírja elpattantani a csutka végén, és valójában akkor rögtön egy únyit, vagy más felett körül lemorzsol a szemből, és hogyha olyan csőtörőnk van, ami nem tudja összeszedni a lemorzsolt szemet, akkor 10-15%-os szemveszteségünk lesz, ami egy kár a gazdának, nagy kár. Tulajdonképpen azt próbálja magyarázni, hogy nagyon gyors a Pioneernak a vízleadó képessége ezek szerint. Igen, a Pioneerok, mint ahogy mondtam, hogy a világszínvonalban morzsolásra használják, hihetetlen gyorsasággal leadják a nedvességet, ha stabil az ősz meleg, képesek napi 0,5%-os nedvességet leadni, tehát már augusztus folyamán ki tudjuk számolni, hogy ha csőrőre akarjuk a Pioneert alkalmazni, mikor kell, hogy kezdjük a betakarítást, vagy esetleg a morzsolásra, akkor meddig kell kinhagyni, hogy mikor induljunk neki a morzsolásnak. Tehát ez egy csupán egy matematika. Szóval azért is mondom a nézőknek, hogy aki nem próbálta még esetleg, vagy gondja van a Pioneer csőtörőzéssel, az forduljon hozzánk területi képviselőkhez. Nekünk az a dolgunk, hogy segítsük a gazdákat, meg hogy a magnak a tulajdonságait ismertessük a termelőkkel. Akkor induljunk neki, tehát FAO 200-as csoport, vagy a van ettől korai bérésű Pioneer hibrid is? Korábbi érés, ez a legkorábbi, mint ahogy tudjuk a kukoricáknál, tehát 7 csoportba sorolnám az érési csoportok szerint, van a 200-as, 300-as, 4, 5, 6 és 700-as érési csoportú. Az, hogy a 200-tól az 500-as érési csoportúakat leginkább morzsolásra szoktuk ajánlani. Habár van itt egy pár hibrid, amit alkalmazhatunk sílóra, esetleg másodvetésre, vagy esetleg olyan értelemben, akinek nagyon szüksége van, az be tudja takarítani csőtörővel, csak meg is mondom, hogy 25%-os nedvesség tartalomnál. Ugyebár most még csak februárban járunk, úgyhogy az április elejé főszezon miatt a fővetésű kukoricafajtákról szeretnék elsősorban hallani. Hogyha azt mondjuk, hogy FAO 200-as, 300-as, azért az egy nagyon gyors érés csoportnak számít. Itt mire figyeljenek oda gazdák? Mennyire lehet például ezt a fajtát sűrűre ültetni, illetve miben más kíván más agronómiát mondjuk rá egy késői, góréba való kukoricához képest? A 200-as, 300-as érésű kukoricákat
kétféleképp szokták alkalmazni a termelők, direktvetésben korábban egy kicsit nagyobb sűrűséggel, azért, hogy bizonyos természeti adottságokat kibekkeljenek, magyarán mondva, tehát ahol tudjuk, hogy homokos a talaj, szikes, ottan muszáj rövid vegetációjú kukoricát tenni, hogy már aratás, amikor bejönnek a nagy melegek, akkor arra már megtermény ikerüljön, és a csövet elkezdje föltölteni, tehát viasz érésbe legyen. A másik az viszont az, hogy van másodvetésre mód alkalom, akiknek van kútjuk, akik tudnak öntözni esetleg kanálisok mellett, azok tudnak másodvetésbe ültetni kukoricát, és azt meg tudják locsolni. Ez nagyon fontos azért, mert öntözés nélkül másodvetés az nagyon rizikós. Még abban az esetben, hogyha olyan a csapadék megoszlás, mint a tavalyi év. Tehát a gazdáknak fel szeretném hívni a figyelmét, hogy csak öntözés mellett tegyenek másodvetést. Kivételt azok képeznek, akik jószágtenyésztéssel foglalkoznak, és esetleg azt a rizikót föl tudják vállalni, ha esetleg nem sikerül a kukorica termés, akkor be tudják sílóba azt tenni. Tehát a 200-as, 300-as FAO csoportból mondjunk egy pár hibridet. Mondanám a P90241-et, és a 9175-eset. Ezek a 200-as érési csoportba tartoznak, ezek nagyon alkalmasak másodvetésre, esetleg késői vetésre. Valószínű, hogy mindenkinél megtörtént az, hogy vagy cukorrépa, vagy napraforgó, vagy valami ki kellett munkálni, és már 4-500-as érésű csoportú kukoricákat esetleg későbbieket nem tudtak ütetni, ez tehát a május, derek a május vége felé ütetés, azokat, ezeket a kukoricákat még nyugodtan öntözés nélkül is el tudják ütetni, esetleg másodvetésbe. Már a 300-as érésű csoportú kukoricák, azok már komoly potenciállal rendelkeznek, azok már morzsolásra alkalmasak, és igen, bő hozamot tudnak adni, tehát nem ritkaság a vagon 40 mázsa hozam hektáronként. De mondhatjuk azt, hogy az az átlaghozam vagon 10 mázsától vagon 40 mázsáig megy. És be tudják még a gazdák eső előtt, őszi esők előtt, ködök előtt takarítani 14-16%-os nedvességgel. Ez nagyon fontos dolog, mert vannak, akik úgy kalkulálnak, hogy a későbbi kukoricák nagyobb termés potenciálra rendelkeznek, de viszont tudjuk, hogy a szárítási költségek milyen nagyok, képes 2-3 tonnát is a termelő odaadni szárítás címén, hogyha 20-22% nedvesség fölött van a kukoricája, és hogyha jobban kiszámolja, valójában a kisebb termésű száraz kukorica nagyobb anyagi hozamot nyújt számára, mint a későbbi nagy bőtermő kukorica. A későbbi vegetációs kukoricákat, 6-700 csoportokat legjobban csak górére alkalmazzák, ott a természet megcsinálja a maga dolgát. A 300-assal viszont kapunk egy biztonságot azzal, hogy nem kell annyira kapkodnunk, tehát biztosan be tudjuk takarítani szeptember derekán. Mind ahogy tudjuk, az időjárás már október elején már akkor beszokott egy kicsikét esősödni, vagy esetleg, hogyha lehűl a levegő, bejönnek a derek, ködök, akkor akármilyen száraz kukorica, ami száron van, 14-5%-kal, az is föl fog menni 18-20%-ra. Tehát ezt ki tudják a termelők, és úgy aztán esők után beáll ez a hideg levegő hatására, és a 18-on megalapszik, úgyhogy akkor kárnak vetettek valójában olyan korai kukoricát, ha nem takarítják be időbe. A 300-as FAO csoportból melyik fajtákat, hibrideket emelnék ki? A 300-asból legjobban kiemelném egyik legújabb hibridünket, a P99-es 03-asat. Az Magyarországról lett behozva hozzánk, ott már pár éve termesztik, egy igen bőhozamú, a magyar gazdáknak kedvenc hibride. Most került be hozzánk, tavaly volt először termelésben, bízom benne, hogy
ezek után is jót tud mutatni a mi gazdaságunkba, itt Vajdaság szerte. A tavalyi év igen jót mutatott, tehát bízunk benne, hogy jó hibridet hoztunk be, és majd a gazdáknak egyik menő kedvenc hibridje fog itt is lenni, nem csak Magyarországon. Említette, hogy a FAO 400-as, illetve 500-as csoport az, ami a morzsolás szempontjából a legnagyobb hozamokra képesek, ugyebár a fajták, viszont ezeknél megtörténhet azt, hogy már nedvesebb állapotban is kerülhet akár be a kukorica a tároló kapacitásokba, az egységekbe. Mégis úgy gondolom, hogy talán a 4-es, 400-as, 500-as csoport az, amit a vajdasági gazdák körében a legelterjedtebb. Igen, így van. Mondhatnám azt, hogy teljes egészében 90%-ban a gazdák ezt az érés csoportokat vetik. Azért, mert egy, még elég rövid vegetációról van szó, kettő viszont már genetikailag megvan az a termő képessége ezeknek a hibrideknek, hogy tudjanak versenyezni a későbbiekkel. Ezek a legelterjedtebbek, mint ahogy tudjuk, itt az északi részen, az utóbbi időben már nem ritka az április elsői kukoricavetés, és ezt, tehát, hogyha így sikerül elültetnünk, elvetnünk ottan ma április derekáig, akkor már szeptember utóján ezeket a hibrideket is lehet 14-16-7%-os nedvességgel betakarítani. Igen, bőhozamúak, tehát a termelők ezt már az elmúlt 20 évben kitesztelték. Minden évben tartunk előadásokat is, falvakban, városokban, úgyhogy a termelők előszeretettel jönnek el, úgyhogy szerintem a termelők elég jó fő vannak már világosítva. Mostanában már azért jönnek jobban el az előadásainkra, hogy hallják, melyik az új hibridek, mit régiet, melyik kellett lecserélni, úgyhogy már mondhatom azt, hogy a termelők is elég jó be vannak járódva, nem csak a Pioneer a terepen. A 4-500-as FAO csoportban vannak-e új hibridek az idei évtől? A 4-500-as csoportban az idén nincsenek, de tavaly voltak, és még mindig ezek a top hibridek, itten kiemelném a P0023-at, ami kimondottan nagyon jó morzsolásra, a P9911-eset, amit a gazdáknak ajánltunk cukorrépa után, napraforgó után, tehát ez egy olyan kemény hibrid, ahol a többi kukorica nem tud magas hozamot produkálni, ez a hibrid ott megállja helyét. Leginkább mondom a gazdáknak azt, hogy szoktuk szorgalmazni, hogy ilyen árendásfődő, napraforgó után, esetleg cukorrépa után, ahol más kukorica nem tud, itt a 9911-et is akar jót mutatni. Akkor még említeném itten a P0423-asat, itten csak a gazdáknak azt szeretném mondani, hogy ez külföldön, Franciaországban Aquamax hibridnek számít, nagyon kemény hibrid, a 9911-et tudjuk lecserélni vele, tehát ha nem kap a termelő 9911-eset, akkor 423-asat szoktuk ajánlani, úgy szintén cukorrépa napraforgó után árendás földekbe, bérelt földekbe, nagyon jó hozamú, még annyit is mondanák, hogy árba is kedvezőbb, mint a klasszikus Aquamax hibridek, ami fontos a termelő. Ezt a szót gyorsan megragadnám, hogy Aquamax, ez pontosan mit akar a Pioneer-nál? Az Aquamax az egy minősítést jelent, nem hibridet, minősítést, tehát egy bizonyos teszt folyamon kell, hogy átmenjen, hogy tudja bizonyítani a szárazság tűrő képességét erre terepre. Amelyik hibridek ezt a tesztet pozitívan leteszik, azok kapnak minősítést Aquamax szerepben. Térjünk át a 600-as FAO csoporttól, ugye már 600-as, 700-as fajtájú FAO csoportú kukoricákat az jellemzi, hogy masszív csövek, valamivel nagyobb tőtávolságra kell őket ugyebár ültetni, és nagy termés potenciál jellemzi őket, ezeket a fajtákat ugyebár nagyobb nedvességgel góréba szokták a gazdák betakarítani. Mennyire van még ezekre a fajtákra szükség? Én úgy látom, hogy azért az idei télen nagyon jól jött az, hogyha valakinek volt csutkája, ami ugyebár sosem árt, és nagyon sok helyen találtam a górékat, ezek szerint a mai napig is kell és szükség van a magas FAO számú kukoricafajtákra.
Ezt nagyon jól látta, mert akár merre mentem, mindenki a csutkát kereste, ez a nagy hideg mindenkinek kürítette a fásupáját, és akkor a csutka egy menő dolog volt, sok helyet láttam, hogy még kukoricába is tüzeltek, de remélem, hogy már a termelők átélték a nehéz telet, úgyhogy jönnek a szebb napok, a melegebb napok. Na mostan visszatérve a kukoricára, a Pioneernál 6-700-as érésű csoportú kukoricák valójában síló kukoricáknak vannak tartva, de mint ahogy mondom, hogy nálunk még, hát most nem tudom, hogy sajnos vagy örömünkre maradtak a górék, mert valamikor azt mondták, hogy el fogjuk cserélni, de a költségek véget maradtak még a górék, és a természet segít a gazdáknak, hogy egy kis anyagi javakat megspóroljanak. A környékben már mindenhol morzsolják a kukoricát, eltűntek a kis- és középgazdaságok. Nálunk hál' Istennek még vannak, hogy meddig nem tudom, de itt is egy fölmorzsolódás van, de ez egy másik téma. Sokan alkalmazzák még ezeket a síló kukoricákat góréra, kotárkákba. Mint ahogy mondtam is a műsor kezdetén, hogy a csutkában van a legnagyobb gond, mivel ezek hosszú vegetációs kukoricák, itt a csutka nem olyan gyorsan szárad be, a csőtörő könnyebben dolgozik vele, könnyebben elpattintsa a csutka végén a torzsát, azt így tisztán, relatív tisztán szedődik a kukorica, és magvesztesség nélkül. Most itten még kiemelnék egy hibridet, a P1114-eset, ami igen jó síló hibrid, de viszont mink ezt szoktuk ajánlani még morzsolásra is, aki időbe el tudja vetni, az még be tudja takarítani relatív kis nedvességgel, igen bőhozamú. Most ezt azért mondom a gazdáknak, hogy sokan síloznak, mivel a sílót legalább 10%-kal az előírt tőtávolságtól sűrűbben szokták tenni, hogy vékonyabb legyen a szár, nagyobb a cső, könnyebben dolgozik a sílókombáj, stb., de ez külön még ezt a sílózás egy másik műsort igényel, és ha véletlen úgy történik, hogy bőtermés adódik, a víz fölösleg van a sílóból, akkor nem kell az egészet a termelőnek lesílóznia, hanem rávár egy 2-3 hetet, és le tudja szépen morzsolni. De most ezek a sílóhibridek, ugye mert ezek direkt sílóhibridnek vannak kitalálva, megalkotva, nem nehéz a kukorica szedőnek szedni ezeket a fajtákat? Ezeket nem nehéz, tehát nem okoz gondot. Egyedül az okoz gondot, hogy a termelők megszokták, különösen azon a termelők, akik szolgáltatást is szoktak végezni, hogy mondjam, az 35-40 centire ültetik a kukoricát, a Pioneert 20-24-ig, és akkor gondja van a csőtörőnek, persze, hogy ott azt nem lehet két óra hossz alatt leszaladni, ottan fél napig készedni majdnem egy holdat, attól függ, hogy most hány soros a csőtörő, de egy soros csőtörőnek biztos, hogy két hold Pioneer egy napra untig elég, meg a gazdának is, mert többet nem tud leszenni belőle. De hát meg is nem azt kell nézni, hogy időben meddig tart a betakarítás, hanem hogy mennyi van a prikolicáján. Hogyha megéri, hogy ottan södörögjön a parcellán, akkor biztos nem lesz mérges. De viszont, hogyha csak tarupóni kő neki, akkor az egy más dolog. Emeljünk ki még pár hibridet ebből a 6-700-as fa csoportból. Itt, ahogy mint mondtam, a 11-14-eset emelném ki. Akkor volt valamikor termelőknek régi ismert hibridjük a B23-as, ahelyett jött a 865-ös, meg is a 837-es. Ez két kiváló hibrid, de mint ahogy mondom, ez már csak csőtörőre, sílózásra alkalmas. A 700-as érési csoportnál kettőt említenék, itten van egy tavaly volt először, a 1535-ös, nagyon bőtermő, szép csövekkel. Most még azt szeretném a termelőknek mondani, akik nem szeretik nagyon sűrűre ültetni a kukoricát, ezt el tudják tolni 24-28 centig, akar két csövet hozni, és igen szép nagy csöve van neki. 20%-os nedvességgel is be tudják takarítani, csőtörő tisztán, és magvesztesség nélkül tud dolgozni. Ez saját tapasztalatom, mert ez volt a tavalyi évben nekem. Úgyhogy aki kicskét tart a Pioneer vetéstől góréra, ezzel a hibriddel kezdje. És van még egy Aquamax hibridünk, a 1241-es, az is igen bőtermő,
Tavaly évben mind a két hibrid el tudta érni ezt a másfél vagonos átlaghozamot, így ahogy nézzük a mintaparcellák alapján, ami igencsak szép eredménynek számít. Lengyes Sándor, köszönjük szépen, végigjártuk a FAO csoportokat, ami a Pioneer hibrideket illeti. Kedves nézőink, a Pioneer hibridek állnak az önök rendelkezésére, keressék őket. Köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra!